Társaság hívásával én sokan eljöttek. Nem kívántuk megkérdezni a kormányzatban ezt a találkozót, mert akkor valószínűleg nem tettünk volna ebbe a teremben, nem akartunk máshova menni. Úgy gondoltuk, hogy az a kormányzatok kezdeményezése akkor itt a legjobb alkalom, egy semleges hely, civil környezet, ahol itt beszélgethetünk azt gondolom, hogy mindnyájunk számára nagyon fontos kérdésekről. A erdélyi magyar közéletről, magyar politikáról, kulturális életünk helyzetéről, sok minden egyéből, többek között és elsősorban talán azokról, amelyek itt a úgy hívó szóban, amelyet a társaság megfogalmazott, hát részben fölvetődnek, de nem az a célunk, hogy csak erről legyen szó, mindenről természetesen lehet beszélni. Egy normális párbeszédre hívjuk a jelenlévőket, a társaságban a civil szervezeteket, civil szervezetek képviselőit, értelmiségeket, és vezető politikusainkat, akik eljöttek. Mindkét, vagy mindhárom, vagy nem tudom én hány oldal van ma már itt Erdélyben, és azt gondolom, hogy közös gondokról lehet szó. Az alkalom a hívó szó évfordulója, bár ugye az decemberben hangzott el, annak idején 89-ben, 89 karácsonyán, Kolozsvár, azután ennek a kezdetnek, nem csak a hívó szónak, hanem az ez első küldött gyűlésének, amelyik hivatalosan még ilyen előküldött gyűlésnek számít, annak is az évfordulójára megjelentettük a hívó szó és a vándoridő címen azt a kötetet Kolozsvár Társaság kiadásában, amely visszatekint azokra az időkre, mondhatnám úgy a hőskorra. És hát ez az egyik alkalom, bár természetesen nincsen kelekép forduló. De a másik alkalom, azt gondolom, az is, hogy az idén lesz Domokos Géza halálának az 5. évfordulója.